jó estét kívánok, a pénteki híradónkat látják. Közel 3 milliárd forintot kap az államtól Makó fejlesztésekre, és ebből 1 milliárdot a meglehetősen elmaradott Honvéd településrész rehabilitációjára fordítanak. Derült ki tegnap azon a fórumon, amelyet Lázár János országgyűlési képviselő és Farkas Éva Erzsébet polgármester tartottak. A Honvéd jelene és jövője című fórumon Farkas Éva Erzsébet polgármester, valamint Varga Péter, az innovációs iroda munkatársa, ismertették a városrészt érintő fejlesztés részleteit. Itt még most is vannak földesutak, ám a tervekből kiderült, minden utca szilárd burkolatot kap. Elbontják a városrészben lévő romokat, teljesen felújítják az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokat. Építenek egy több mint 300 négyzetméteres közösségi házat is, amelynek a pontos helyét még keresik. Emellett szabadtéri színpad, játszótér, foci és sportpálya is épül. Ezekből ugyanis most egyik sem található meg a település részen. A fórumon az egyik ott lakó meg is jegyezte, nagyon örülnek a fejlesztésnek, mert az elmúlt 30 évben egy fillért sem költöttek a Honvédra. A meglátásának helyt adott Lázár János is. Egy súlyos gondnak látom, hogy 1990-ben 10 utcából 8 volt Sáros utca, de ma 2016-ban, 26 évvel a rendszerváltás után már illene minden utcának aszfaltosnak lenni. De nem akarok visszafelé mutogatni, mert ezen túl vagyunk. Én azt gondolom, hogy az előző városvezetéseknek nagy a felelőssége abban, hogy ennyire leromlott, vagy ennyire hagyták, hogy leromoljon ez az infrastruktúra. A városnak szerencséje van, mert az Európai Unió támogatásából meg fog valósulni egy nagy arányú fejlesztés. Infrastruktúra fejlesztés az 700 millió forint lesz, tehát Honvéd városrészre 30 év után először érdemben jelentős összeget tud költeni a város és a kormány, valamint az európai adófizetők közösen. Lázár János azt is kiemelte, ebben a munkában jelentős szerepet vállalt a Honvéd települési képviselője Sánta Sándor. Majd kérte a városvezetést, kapjon egy irodát, mivel sokszor előfordult, hogy őt házi orvosi rendelőjében zaklatták. Ezen atrocitások kapcsán azt is kihangsúlyozta Lázár János, hogy minden Honvédban élőnek be kell tartania a közösségi együttélés szabályait. Nem szabad hagyni, hogy a fejlesztések ellenére a városrész évek múlva visszazuhanjon a mai állapotába. Továbbá az is kiderült, az itt élők legnagyobb problémáját, a patkányok elszaporodását hamarosan egy széles körű rágcsáló írtással igyekszik megoldani a városvezetés. A fórum végén még egy jó hírrel is szolgált az országgyűlési képviselő, miszerint a kormány a múlt héten 2,5 milliárd forintot hagyott jóvá az új makói Makovec könyvtár építésére. Tea és Pogácsa fogadta a szabadságkörbe érkezőket tegnap, ahol Bálint Gabriella tartott adventi lakossági fórumot. A gyermekek karácsonyi díszeket készíthettek, míg a felnőttek megbeszélték a felmerülő problémákat. A tegnapi susáni fórum az advent jegyében telt. Amíg Bálint Gabriella képviselő többek között a parkolásról és a Tornyai utcán megszűnt nyilvános telefonfülkéről kérdezték a lakosok, addig a gyermekek arcfestésen vehettek részt, valamint ajtókopogtatók és karácsonyi díszek készítésével foglalatoskodhattak. Susán vonatkozásában már említettük többször ugye a kerékpárútnak az elkészültét, valamint a Kovácskőri időskorúak otthonának most már megszületett a támogatási szerződése, tehát előttünk áll majd a megvalósítása jövő évben, vagy esetleg áthúzódhat az azt követő évre is, de egy 600 milliós felújítási program indulhat meg. Ez nagyon nagy vágya volt már. Én úgy gondolom, hogy nem csak az ott élőknek, hanem a susáni közösségnek is. Bálint Gabriella továbbá hozzátette. Az EVP egészségfejlesztési iroda tegnapi szűrű napján sok helyi lakos jelent meg. A nagy érdeklődésre való tekintettel egy újabb szűrű napot hirdett meg az EVP a városrész lakóinak. És december 12-én 8 órától a Kovácskőri időskorúak otthonában várnak minden érdeklődőt. Felvételi tájékoztatóval zárult tegnap este a Németh László Gimnázium általános iskola nyílt hete. Az érdeklődő szülőkkel az intézmény oktatási irányelveit és a felvételi eljárás részleteit osztotta meg Árva László igazgató. Mint arról már korábban beszámoltunk, egész héten nyílt tanítási napokra várta a szülőket és gyermekeket a Németh László általános iskola és gimnázium. A nyílt hét záró rendezvényén tegnap megtelt az aula. A szülők tájékoztatást kaptak, hogy milyen továbbtanulási lehetőségeket tud nyújtani az oktatási intézmény. Két hetedik évfolyamos osztályt, hiszen 6 évfolyamos gimnazisták számára hirdetjük meg ezt a képzést. Az egyik osztály, ugye egy nyelvi előkészítővel induló osztály lesz, amely a
nulladik évfolyamon jó részt az idegen nyelveket tanulja, igen magas óraszámon, az első idegen nyelvet 14, a második idegen nyelvet még 4 órában, majd pedig ezt követően továbbra is viszonylag magas nyelvi óraszám mellett emelt óraszámú matematika képzésben részesülnek. A másik osztály pedig az emelt szintű természettudományos osztály, itt nincs nyelvi előkészítő év, tehát ők a 7. évfolyamos tanulmányaikat kezdik meg valóban szeptembertől. Az ő esetükben a természettudományokra helyezzük a hangsúlyt, ezek közül is 3 természettudományos tárgyra, biológiára, kémiára és a fizikára. És mind a két osztályra igaz, hogy érettségit megelőző 2 esztendőben, tehát a 11-12. Évben, amikor már tudják azt, hogy milyen tárgyakból kell olyan emelt szintű érettségi vizsgát tenni a felsőoktatásban, kötelező, ezekre heti 2 órát még fölvehetnek. A tegnapi tájékoztatónak köszönhetően a szülők a 6 évfolyamos továbbtanulási jelentőségéről és hasznosságáról is kaptak pontos tájékoztatást. A Németh László Általános Iskola, gimnázium jövőre több mint 60 diák felvételére számít. 70 kg ruhát, plüst és játékot gyűjtöttek össze a szabadságtéri óvoda családjai az Európai Hulladékcsökkentési Hét keretén belül. A karácsonyra szánt adományt tegnap ünnepség keretében adták át a helyi Vöröskereszt számára. Az Európai Hulladékcsökkentési Héthez kapcsolódva a szabadságtéri óvoda a szülőket és gyermekeket egy klímatudatos szemléletváltó, hulladékcsökkentő biogazdálkodó rendezvénysorozatra invitálta. Az egész hetes foglalkozások előadások hozadékáról a gyerekek különböző állomásokon keresztül tanúbizonyságot téve úgynevezett klímanócskává váltak. A közeledő ünnepekre hangolódva a rászoruló családokra is gondoltak a program keretében. 3 héten át ruhákat, plüssöket, játékokat gyűjtöttek azoknak a nehéz anyagi körülmények között élő gyerekeknek, akiknek szülei, bár szükségük volna rá, nem tudják megvásárolni karácsonyra a megfelelő ajándékokat. Mivel a szabadságtéri óvoda a Vöröskereszt egyik bázis intézménye, így egyértelmű volt, hogy az összegyűlt adományokat a jótékonysági szervezet számára juttatják el. A mai napon minden óvodás és óvoda pedagógus, illetve az óvoda dolgozói piros pólóban érkeztek. Ez a szín is jelképezi a szeretetnek az összetartást az óvodába, illetve a tiszteletünket szeretnénk kifejezni a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt és a Magyar Vöröskereszt iránt, hogy ezekben a nehéz időkben is segíti a családokat. Szeretnénk megköszönni a szülőknek a sok segítséget a programok során, illetve a gyűjtés során is. A közel 70 kg-nyi ajándékot tegnap egy hangulatos ünnepség keretében adták át a Vöröskereszt képviselőjének. A gyermekek a rászoruló gyermekeknek gyűjtöttek. Ez Hódmezővásárhelyen lesz kiosztva. Felvettük már a kapcsolatot a Kagylóhéj Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetőjével, Túri Csabával. December 15-éig kerül sor a kiosztására, minden rászoruló gyermeknek el fog jutni. Hogy nekik is ugyanolyan boldog legyen a karácsonyuk, mint azoknak a gyerekeknek, akik ezt összegyűjtötték. A köszönet hangját a szervezők nevében a gyerekek felé Jószai Csilla és Bugyi József énekes zenés produkciója tolmácsolta. A Nemzeti Galériától kezdve a Tudományos Akadémián, vagy az Országos Széchenyi Könyvtáron át a helyi intézményekig, a különféle folyóiratoktól az évkönyvekig számos helyről kerültek elő Tornyai János festőművész levelei, amelyeket most Kőszegfalvi Ferenc szerkesztett kötetbe. A hiánypótló munkát tegnap este mutatták be a polgármesteri hivatal dísztermében. A 2 kötetes Tornyai János levelezése című könyvet tegnap mutatták be a Városháza dísztermében Kőszegfalvi Ferencnek a kötet összeállítójának közreműködésével. Az esten részleteket hallhatott a közönség a Tornyai levelekből Lukács Sándor Kossuth díjas színművész előadásában. Nem jól cselekszik Leonka. Ő ezzel a borzasztó játékával tönkreteszi lassanként az én testi-lelki egészségemet. A Napkiadó gondozásában megjelent kötetet 4 év kutató és gyűjtőmunka előzte meg, majd csaknem 3 évet várt megálmodója arra, hogy a levelezés megjelenhessen. Széles körű kapcsolatai voltak, valami 150 személytől, körülbelül 930 oda-vissza levelet tudtunk összegyűjteni. A 4 év alatt sokszor persze kézírásos leveleket, ami kínos szenvedés volt kiböngészni,
De szép lassan, kitartó munkával összejött. És akadt szerencsére egy kiadó, aki felismerte az értékét, és bár 3 évig vártunk rá, hogy őnek is legyen pénze hozzá, kapjon valahonnan, szerezzen valahonnan pénzt, és ki tudja adni. És itt van most mögöttünk az asztalon. Tornyai levelezett többek között múzeumok igazgatóival és Hódmezővásárhelyi városvezetőkkel is, de a legtöbb levélváltása barátjával, Kis Lajos néprajzkutatóval volt, aki 1925-től a 40-es évek végéig Nyíregyházán élt, ahol a Józsa András Múzeum igazgatójaként dolgozott. A későbbi Kossuth díjast annak idején maga Tornyai tanította a szakma alapjaira. Mindez hülyen bemutatja, hogy Tornyai a Párizsi Művész Akadémián és autodidakta módon is széleskörű műveltségre tett szert. A levelei is így együtt különleges adattár, különleges értéket képviselnek. Nem csak művészettörténet, ez a levélgyűjtemény, ez a 930 levél, hanem társadalomrajz, helytörténet, néprajz, szociológia. Tehát amikor például alig van száraz kenyere is Pesten, arról értekezik Kis Lajossal, hogy melyik Dante fordítás az igazi, Radó Sándoré vagy Szász Károlyé. A festőművész szakmai élete mellett a személyes szféra is kibontakozik a könyvben. Szabados Leonka, a későbbi feleség Földeákon volt postamesternő, amikor a falu temploma számára Szűz Mária képet rendeltek Tornyaitól. Leonka lett a modellje és nagy szerelme, akivel nagyon különbözően látták a világot, hiszen az asszony mindig azt szerette volna, ha Tornyai János abba hagyja a pingálást és Földeákon gazdálkodik vele. Szerencsére a művész nem így döntött. Leveleiből nem csak az derül ki, hogy képeit sokszor visszakérte a vásárlóktól, hogy javítgasson, igazítson rajtuk valamit, a tökéletes kifejezésmódot keresve, de ezek az írások kiinduló pontjai lehetnek a későbbiekben, a különféle tudományágak kutatóinak is, hiszen Tornyai nem csak festőművészként, hanem többek között irodalmárként is sok újdonságot hozott kora alkotói között. A Rákóczi Szövetség támogatásával hirdették meg a Kányádi Sándor szavaló versenyt a Corvinban. Az egyfordulós megmérettetésre 3 kategóriában lehetett nevezni. Külön versenyeztek a szakgimnazisták, a gimnazisták, illetve az általános iskolások. Fától fáig a sűrűsödő alkonyatban, fától fáig lopja magát a gyermek. Szavalóversenyt rendeztek a Corvin Mátyás szakképző iskolában. A Kányádi Sándorról elnevezett megmérettetésre 26 diák érkezett a város általános és szakképző iskoláiból, illetve gimnáziumaiból, valamint a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Makói, Szentesi és Csongrádi intézményeiből, sőt, a Corvin aradi testvér intézménye is delegált versmondót a versenyre. Egy kötelező Kányádi vers volt, nem volt meghatározva, hogy melyik, csak annyi, hogy Kányádi vers legyen, és egy szabadon választott, ami 1986 utáni magyar vers. Míg az általános iskolások többféle megmérettetésből választhatnak, addig a középiskolás korosztályban jóval kevesebb lehetőségből szemezgethetnek azok, akik nem csak olvasni akarják a szép irodalmat, hanem előadói vénájukat is megcsillogtatnák. Talán lehet, hogy azért, hogy ugye a szakgimnáziumok inkább a szakmára koncentrálnak, és mi azért próbáljuk a közismeretet, illetve a művészetet, kultúrát is ébren tartani, hiszen ezek a gyerekek is tudnak mást is. Gimes Tamás, a Corvin Mátyás Szakképző Iskola 12. évfolyamos tanulója, Kányádi elveszett követét, illetve Lackfi János Földi égi című versét adta elő a megmérettetésen, aki örömmel elevenítette fel a versmondó versenye járás szerinte eltűnőben lévő hagyományát. Tartsuk életben ezt a hagyományt, ezt a sok szép verset, mert azért Magyarországon én azt mondom, hogy nagyon sok jó költő, illetve nagyon-nagyon sok művészlélek van, illetve volt, és hát igen, ezt életben kell tartani. A versenyen kategóriánként az első 3 helyezettet jutalmazták, illetve külön díjakat is odaítélt a zsűri. A legjobbak az ifjúsági irodalom gyöngyszemeit kapták ajándékba. Összesen 4 általános iskola diákjai vettek részt a ma délután megrendezett városi asztali teniszdiák olimpián. A legügyesebbek a megyei megmérettetésre juthattak tovább, melynek idén Vásárhely ad otthont.
December 9-én a Balogh-Imsi sportcsarnokban rendezik meg a megyei asztali teniszdiák olimpiát, amelynek a városi válogatójára ma délután került sor. A Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskolából, a Szőnyi Benjamin Református Általános Iskolából, a Liszt Ferenc Énekzenei Általános Iskolából, valamint a Szent István Általános Iskolából érkeztek diákok, hogy összemérjék tudásukat a pingpong asztalok mellett. Az idei évtől új szabályt vezettek be, három fős csapatokkal lehet indulni, tehát három fiú és három lány, természetesen nemenként és korcsoportonként különböző kategóriák vannak. Ügyes gyerekekkel találkozhatunk, természetesen a kicsik körében vannak kezdők, akik nem régen kezdték ezt a sportot űzni. A felsős korosztály, főleg a 7.-8.-osok, ők már sokkal ügyesebbek, tehát úgy gondolom, hogy a megyein mindig szépen szoktunk szerepelni. Becsek Bende Gúza, Liszt Ferenc általános iskola diákjaként vett részt a megmérettetésen. Hobbiként kezdtem, mert én focizok, és heti szinten pingpongozok itt az iskolában, és 2 éve kezdtem itt ugyanilyen versenyen, és tavaly a megyeire jutottunk el, amit meg is nyertünk. A legjobbakat ezúttal is érmekkel díjazták, valamint részt vehetnek a megyei fordulón. Mintegy 220 pályázatból választották ki a média tehetségekért díj nyerteseit, akik kedden este a Művészetek Palotájában vehették át az elismeréseket. A legjobbak között ott vannak a Kossuth Rádió, az RTL Klub, az M4 Sport, a Népszabadság munkatársai és a Makói Városi Televízió szerkesztősége is. A média tehetségekért díj elismerés az olyan újságírók felé, akik a pályázat kiírójához, a MOL cégcsoporthoz hasonlóan nagyra értékelik a fiatalokban rejlő tehetséget, szorgalmat és tudást. Nekik köszönhetően jobban megismerjük ezt az új generációt, akiknek teljesítménye, kitartása követendő példa lehet mindannyiunk számára, mondta a díjátadón a cég társasági kapcsolatokért felelős igazgatója. A zsűri mind a 4 tagja kiemelte, hogy az idén különösen nehéz dolguk volt, mert a több mint 200 alkotás legtöbbje kivételes értéket képviselt. Az Ahol álmomban jártam című portréfilmet Keresztes Ilona, a Kossuth Rádió főszerkesztője értékelte. Az a kapcsolata, hogy te azzal a családdal, illetve azzal a tehetséges kislánnyal beszélgettél, az a kapcsolat, amit felvettél velük, hogy volt ott egy, közöttök volt egymáshoz, és érzékelted nem csak őt, és nem csak a produkcióját, hanem azt a közeget, amiben ő felnő, illetve azt a körülményt, amiben ő van, mert ugye neki volt még egy speciális vonatkozása, hogy örökbe fogadott kislány. A díjakra online, írott sajtó, rádió és tévévideó kategóriában lehetett nevezni. Ez utóbbi nyertese az RTL Klub videója, a második az M4 Sport riportja lett. A műsor a Csanádpalotán nevelőszüleivel élő 14 éves Kinyó Kata néptalénekest mutatja be, aki az ének mellett a néptáncban is kiemelkedőnek bizonyul. A riport foglalkozik az örökbefogadás érzékeny kérdéseivel is, miközben a musical énekesnek készülő fiatal lány vágyait és álmait is megismerteti a nézővel. Nagyon gratulálunk! A díjátadón kiemelték, hogy a kis televíziók, utalva ezzel a makói stábra, habár személyi és technikai feltételek tekintetében nem tudnak a nagy csatornákkal versenyre kelni, mégis a mostani megmérettetésben újra bebizonyosodott, nem csak ezen múlik a siker. A tudás, a tapasztalat és a kitartás ebben a szakmában is meghozza gyümölcsét, nem csak a színpadon és a sportpályán. A Vásárhelyi Televízió pénteki híradóját látták. Munkatársaim nevében is megköszönöm a megtisztelő figyelmüket. További szép estét kívánok, viszontlátásra! Thank you.
A szombatra virradó éjszaka felhőtlen égre tekinthetünk fel. Mérséklődik a nyugatias légmozgás. Mínusz 4 fok közelébe hűl a levegő reggelre. Holnap az ország nagy részén a szikrázó napsütést alig fogja zavarni felhő. Az északnyugati szél megélénkül. A hőmérséklet csúcsértéke a sok napsütés ellenére 5 Celsius fok közelében marad.